Szeretném még egyszer sok szeretettel köszönteni mindenkit. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És azért hívtunk ide mindenkit, mert mostanában nagy változások, örömteli változások történtek itt a mi intézményünknél, és szeretnénk megmutatni mindenkinek. A múlt év végén kezdődtek itt a munkálatok, megtörtént az akadálymentesítés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, hogy most már mindenki igénybe veheti a szolgáltatásainkat, akkor is, ha a mozgásában korlátozott, vagy ha bobakocsival jön hozzánk, tehát lehetőséget kap mindenki arra, hogy segítséget kérjen, vagy bármi más ügyét elintézzen nálunk. Ezzel egyidejűleg megtörtént a nyílászárók cseréje is. Mindezeket a munkálatokat a Dekárt Hungária Kft. Végezte, és nagyon jól, gyorsan dolgoztak, úgyhogy hamar átadták a helyüket Hallgas Mihálynak és csapatának, akik a belső munkálatokat végezték, nagyon szép színes falakat kaptunk, járólappal burkolták a folyosókat, így most már könnyű tisztán tartani. És úgy gondolom, hogy aki bejön hozzánk, barátságos környezet fogadja őket. Szeretnék köszönetet mondani polgármester asszonynak, és az önkormányzat azon dolgozóinak is, akik a kisközségi pályázaton megpályázták végül is ezt a lehetőséget, és pénzt nyertek számukra is, mert ha ez nem sikerült volna, akkor ezek a munkálatok nem valószínű, hogy mostanra elkészültek volna. A munkafeltételeink is javultak, hiszen ebből a pénzből jutottam még egy új számítógépre is. Kaptunk 2 darab robogót, úgyhogy a családgondozók robogatnak pusztákra és bárhová szélsebesen. És kaptunk még egy faxot is, ami már régi vágyunk volt, úgyhogy gyorsan tudjuk a leveleinket elküldeni. Úgyhogy ezért rendeztük ezt a kis ünnepséget, hogy mindezeket közhírré tegyük, és mindenkivel megismertessük, hogy mi történtek itt a Családsegítőben.